Így nézett ki a szövetkezet épülete, ezt mindössze egy hónap alatt újították fel itt Nagyecseden. A beruházás összesen 40 millió forint értékű volt, a településen ez az egy pénzügyi szolgáltató van jelenleg. Nagyon friss még a település életében a Szabolcs Takarék, hiszen nemrég egy fúzió kapcsán integrálódott a Nagyecsed és Vidéke Takarék Szövetkezet a Szabolcs Takarékba, alig több mint egy éve, és hát egy egész jelentős változásnak lehetünk tanulni itt a mai nap folyamán, hiszen nem csak a szolgáltatása bővült, és nem csak a pénzügyi háttere biztosodott, nem csak a mérleg főösszeg lett sokkal nagyobb ezáltal a szolgáltató részéről, hanem most a mai nappal elmondhatjuk, hogy küllemében fizikálisan is teljesen megújult ez a szolgáltatás, és ma Nagyecseden egy olyan bankfiókot, egy olyan kirendeltséget tudhatunk magunkénak a városba, ami azt gondolom, hogy a 21. század követelményeit minden tekintetben kielégíti. A teljes körű felújítás magába foglalja az infrastruktúrális fejlesztést, az energetikai korszerűsítést és a bankbiztonság technikai megújítását is. A fiók modern megjelenést is kapott, amely hasonló a szövetkezet többi irodájához. Ezeken túl az épület oldalában elhelyezett ATM-et is kicserélték. A Takarék Szövetkezet 34 településen érhető el, ahol összesen 160 munkatárs dolgozik. Nagyecsed nagyon komoly láncszeme a Szabolcs Takarék Szövetkezeti Hálózatnak. Több mint 1,3 milliárd forint megtakarítást kezelünk itt. Ezen túl állampapírok, értékpapírok vásárlására is van mód, ez is több 100 millió forint értékű, és 1300 lakossági ügyfélnek nyújtunk itt szolgáltatást. A pénzintézet célja, hogy minden településen ugyanaz a szolgáltatás legyen elérhető bárki számára, attól függetlenül, hogy vidéken vagy egy nagyvárosban szeretne bankolni, hangzott el a megnyitón. A Szabolcs Takarék Nagyecsedi fiókjában 5 kolléga várja az ügyfeleket, teljes körű kiszolgálással, betét ügyintézés, számlaügyintézés, személyi kölcsönök, jelzálók, hitelek, befektetési ületek. Tehát, hogyha bárkinek bármiféle napi pénzügyi kérdése van, problémája van, bejönnek, segítünk, megoldjuk, kitaláljuk a megoldást mindenki számára. A pénzintézet a jövőben folytatja a még felújításra szoruló kirendeltségeinek korszerűsítését.